hát titkok, a sztorik rátok várnak, hegyes füled, és te tánc a szádat, mi rá kérdezünk, és elmondjuk neked, humorra küldjük el az üzenetet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a média válogatott sztártitkok, és hát a mai vendégem egy igazán illusztris személy, a magam részéről igazán megtisztelő, hogy elvállaltad a szereplést, drága Ádám, hölgyeim és uraim, itt van velem Fási Ádám, a mulatós császár, vagy hogy tudlak téged felkonferálni? Figyelj, először is engedd meg, hogy megköszönjem, hogy gondoltál rám. Nagyon tisztelem a te zenei múltadat, és a jövődet is, a tartalmat is, és hát Isten olyan hanggal áldott meg, hogy le kell borulni, és ezért én nagyon tisztelem, nagyon jó ismert a művészeket, az előadó művészeket, nagyon szeretem, akik nem csak a szó kívülről, hanem belülről is tényleg előadó művész, aki hangulatot terem a zenén keresztül az emberek szívébe. Nagyon érdekes az én életem, mert hogy mint vendéglátós indultam el a pályán, ha még kicsit visszább nézek, akkor speciál üvegező tükörkészítő csiszoló. Igen. És utána... lehetne, hogy most a szó jó értelmében egy igazi minden lében kanál vagy, nem Ádám? Igen. Jó sztori. És utána, amikor belekeveredtem a vendéglátásba, nyilván van kötődésem a zenéhez, mert gyerekkoromban elkezdtem zenekarokban játszani, dobolgattam, tanultam, kőszegényhez jártam, azt tudjuk az világhírű jazzdoboshoz tanulni. De hát rájöttem arra, épp tegnap beszéltem vele, hogy milyen jó, hogy nem lettél zenész, mert a zenészeket nem fizetik meg. És hát, szóval milyen okos vagy, Ádám. Igen, de hát én nagyon szeretem a zenét, és nagyon szeretek zenélni, és nagyon szeretek jó emberek között lenni, és nagyon szeretek hangulatot teremteni. A mulató szó nagyon érdekes dolog, mert sok előadó művész is összetéveszti, vagy cikinek mondja, van aki cikinek, vagy mulató. Pedig minden mulatás. Én úgy fogalmazom meg a mulatást, az együtt éneklés. Uh-huh. Amikor a Rolling Stones énekel egy számot, és utána vele énekli a közönség. Az is mulatás. Az is egy mulatásnak fogalmazom meg. Azon a nyelven angolul mulatnak az emberek, és együtt ének. Ezek szerintem a zene együttérzés öröme a mulató szónak ez a így tartalma. Van. Így van. És az nem ciki, hogy mit tudom én, ez mondjuk magyar nóta, föl van dolgozva, poposítva van, stb. Az előbb említetted, ugye a gyerekkorodban elkezdtél dobolni, és a mulatozás és a zenélés már valahonnan a gyerekkorodból ered, vagy ez egy belső indítatás, vagy esetleg a családban már volt valaki, aki ezzel foglalkozott? Nagyon érdekes, nagy család voltunk, de a zenébe nem tudom, hogy volt-e valakinek köze, nem kutattam ezt, de én nagyon szerettem a zenét, meg szerettem is gyerekkoromban is, és mindig hallgattuk a rádiót, és mindenféle zene evő vagyok, mindenféle zenét szeretek. Nekem a rocktól kezdve az operáig, ami jó és fogyasztható, minden jöhet, és mindent szeretek, és hát csak legyen benne dob. Igen, 14-15 évesen, akkoriban, amikor én gyerek voltam, akkor voltak tánciskolák, és én a tánciskolai dobos voltam, mert kellett angol keringőt dobolni, bécsi keringőt, bigint, és twinget, és stb. És akkor így az embernek kikristályosodott a hangszerhez való kötődése. De a te kötődésed, én úgy tudom, hogy abszolút a dobhoz. Tehát, hogy te neked a dobolás az egy különleges szenvedélyed. Igen, mert azt mondjuk, hogy a ritmus az nagyon fontos az ember életében. Hát, hogy lép, hogy megy, hogy ossza be. Az életbe is ritmusba élünk, és hát mondjuk mi a dobosok, a mi világunk, ahol mindig beszélgetünk, és rögtön verünk valamit asztalt, meg mindig azt mondja a feleségem, hogy jaj, megint sietsz valahol, nem sietek. Rögtön leveszik, hogy valamit kezdek a kezembe, és dobolgatok.
Szóval a dobosok azok egy kicsit őrült emberek, de nagyon jó emberek a dobosok. De mesélj arról, hogy gyerekkorodban hogy telt a, ugye gondolom akkor a dobolással is telt, de milyen gyerek voltál egyébként? A zene lekötött, nagyon sokat doboltam, még mikor nem volt semmilyen ütős ütni valóm. Vödröt akkor, megfordítva. Vödör átfordítva, teknő átfordítva, régen voltak mosóteknő, és az benne nagyon jó szólt, és volt fakanál, és azon dobottunk, és utána, amikor már elkezdtem iskolába járni, és tanulni a dobiskolát és a ritmusokat, hogy jön össze, akkor már egy kicsit komolyabb helyre kerültem. Említetted az iskolát, és akkor most elmegyünk, meghallgatunk néhány dalt, és akkor innen fogjuk folytatni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen voltak az iskola éveid. És már is itt vagyunk a média válogató sztártitkok vendége Fási Ádám, aki most már elég sok mindent elárult a korai gyermekkoráról, de megbeszéltük, hogy akkor folytatjuk az iskolai éveknél. Mesélj, milyen diák voltál? Én borzasztó rossz tanuló voltam. Na végre! Borzasztó rossz tanuló voltam, és nagyon érdekes, most nem tudom, vagy a tanárok voltak, vagy az iskola szigorú, ahogy elvégeztem a 8-at, attól kezdve utána minden iskolámat kitűnőre végeztem. Uh-huh. Azt most nem tudom, hogy alakult az életemben. Speciál üvegező tükörkészítő csiszoló szakmát, amikor megtanultuk, az egy technikum, akkor az országos versenyen nyertem, és hamarabb szabadultam fel, mint a többi gyerek. Szóval, de hány szakmád van, Ádám? Mert azért itt annyi minden... Hát azért van szakács, cukrász, felszolgáló. Meg akkor mixer, ez üveges is, meg mixer. Őrület. És utána hát nyilván, hogy mentem a vendéglátásra, megvannak azok a fokozatok, eljutottam a vezérigazgatói székig, szállodát is igazgattam, szóval ha így vesszük, még ráadásul, amikor kineveztek a Dél-Kelet-Európai vezérigazgató helyettes voltam a nem magyar kaszinóknál, akkor csak nevetek rajta, mert megtanultam a krupiét. Még az szakmát is. Hát őrült. Igen, mert hogy a beosztottjaim azok krupiék voltak, és hát azért kellett tudni látni. Hát egy golyót nem tudok kidobni, akkor hogy akarom persze, látni hogy őket. És gyerekkorodból van valamilyen olyan vezértulajdonságod, ami úgy megmarad benned, amit érzel magadban is? Hát, amit nem nőttél ki, mondjuk úgy. A vezértulajdonságomban az maradt meg, nagyon szeretek főzni. Igen? Édesanyám a kisgyerekkoromban már oda tett a tűz elé, és akkor mindig gyúrtuk a tésztát, utána fokozatosan szívtam magamba a gasztronómiai tudást, amit édesanyám nem direktbe, de hát gondolom így vigyázott rám, és közben feladatokat adott, hogy miket végezzek el a konyhán, és már nagyon hamar, tizenévesen tudtam főzni. Szóval ez egy nagyon érdekes történet. Most így belegondolok, Ádám, szóval ugye az egyik a zene, a másik meg a gasztronómia, amiben lényegében elég mélyen beleástad magad, és ha valamivel, akkor ezzel igazán lehet csajozni. Te ezt használtad egyébként? Tehát, hogy azért a praktikákat... Ja, hogy jót főzök, és hát világéletemben jót főztem, és hát hogy... Hát hozzá kiválasztani egy jó dalt, például, vagy egy jó zenét. Nagyon érdekes, mert mindig dolgoztam. Így visszagondolok, hogy mit is csináltam. Hát Balatonon dolgoztam a Deltába 10 évig, utána Balatonfüreden, a Marinába és a Márka ételvárba. Utána visszakerültem, ahol születtem, Gyomára, ott kicsit voltam egy rövid ideig pincér a Gyomán, és utána üzletvezető helyettes lettem Szeghalmon, Pusztacsárda, utána a Vémákos vendéglő, Körös Adány, és utána már üzletvezető lettem Déhaványáról átkerültem Gyulára, és ott már igazgató voltam, szállodigazgató, 1982-ben, szóval egész hamar keveredtem bele ebbe. De akkor, amikor te akár főzöl, vagy felszolgálsz, vagy akár ugye zenész, ez mindenhol a szórakoztatás? Tehát az embereknek az öröm szerzését látod benne? Vagy a sajátodat? Vagy mi az, ami motivál téged? Mi az, ami vezérel? Mindenféleképpen az ember örömet akar a az embertársainak szerezni. Hát a zene is olyan, hogy annak örülünk, mikor látjuk az emberek arcán a mosolyt, felszabadultságot, vagy érzelmet, esetleg olyan dalt kap, ami megfogja a szívébe, énekelsz, és rögtön örömkönnyek, vagy bánatos könnyek csorognak a szeméből. Ez egy előadó művészetből fakadó, és ez nagyon jó érzés nekünk,
akik ebbe a szakmában vannak. Az étel is ilyen. Amikor én azt szeretem, amikor ki van törölve a tányér. Képzeld el, nemrég a mokkába főztem reggel, Zúza pörköltet, és utána Szabó Ádámot hívtam oda, de gyere Ádi, gyere segítsé. És hát mondjuk jó, krumplit összevágta, ügyesen egyébként. Nagyon féltettem, mondom, elvágja az ujját, hogy fog hétvégén harmonikázni. De hát azért biztos ment neki ez a dolog. És képzeld el, hogy azt láttam, hogy a, mert azt mondja, hogy imádom az uzapörköt, és elkezdett lenni, és utána szedett, tehát úgy olyan tisztelett a tányér. Hát persze, hát az mondja is a Csabi, aki ott segít nekem a mokkába, hogy úristen, na, ezután még mosogatni se kell. Na akkor a következő blogban szerintem majd egy kicsit ássuk bele magunkat, akkor a gasztróban, mert ebben még nagyon sok van. Elmegyünk egy rövid szünetre, ne menjenek messzire. És már is itt vagyunk, a média válogató sztártitkok vendége Fási Ádám. Beszéltünk már zenéről, fiatalkorról, és aztán elkezdtünk beszélni a gasztróról, de azt hiszem, hogy ez egy olyan témakör, amit ha kinyitunk nálad, akkor az hetekig el tud tartani, nem? Tehát te azért elég sokat tudsz a gasztronómiáról, és nagyon, nagyon kötődsz is hozzá. Nagyon örömkérdés ez nekem, mert hiszem és vallom, kit vallom, hogy a kerekasztal, a család, a béke, nyugalom, az együtt evés, együtt főzés, együtt evés, az egy nagyon csodálatos dolog, és azok a családok, azok össze is tartanak, akik így leülnek az asztalhoz, és együtt esznek, és a jó ízek mellett elbeszélgetnek, megisznak egy pohár vörös. Ez egy kohézió, ami összetartja a közösséget. Igen, egy pohár vörös bort megisznak, és olyan ez jó milliót teremtenek. Hát ezért jó, én mondom, az étel az egy csodálatos dolog, Isten azért adta nekünk ezt a tudást, hogy ezzel a családokat összehozzuk, és ilyen egy jó étterem is, amikor az étterembe nagyon jó eszünk, és visszamegyünk, akkor ott az egy otthon érzést ad nekünk, van, és azért megyünk vissza, hogy otthon érezzük magunkat. Ezért van a házias kifejezés. És nagyon, ez maga nem a reklám helye, de van a parlament, a türkisz étterem, és ott a Gengis, a tulajdonos, és olyan aranyosan, nem csak jól főznek, hanem ott a hangulatot, ahogy így azt van. A milliót, ráadásul a báránysültet szoktam enni ott, és valami nagyon magas színvonalon készíti. És hát egy csodás, én úgy belekeveredtem ebbe az egészbe, azt mondtam, amikor üzletvezetői iskolát elvégeztem, hogy addig még nem tanulok meg tökéletesen főzni, addig nem fogok üzletet vállalni, és ezt én be is tartottam. Megtanultam főzni, tudom az anyakányad rendszereket, nagyban és kicsiben. Különben hogy várnád el az emberektől, hogy kell ezt csinálni, ha te magad mert nem tudod? Mert volt sokszor, hogy a szakács azt mondja, na haragudjon már főnök, de mutassa meg. És akkor oda mentem, és megmutattam, és akkor így kivívta az ember a kollégái előtt a tiszteletet. Mai napig is. Így van ez, hogyha ezekkel az emberekkel találkozok, ezek már nagy nemzetközi hírű szakácsok több egyébként, aki az én istálomból került ki. A te fakanaladat fogták, így volt. Igen. Nekem volt egy szerencsém, mert a Lonta Egon bácsi nem mond senkinek a nevét, ő volt a Magyar Szakácsok Szövetségének az elnöke. Nagyon régen volt, 1982-ben kerültem be a szövetséghez, és akkor az Egon bácsi lemondott, és jött az Unger Karcsi bácsi, és ő lett az elnök, és akkor volt egy ilyen lehetőség, hogy tanuljunk külföldön, és akkor én Olaszországban dolgoztam szakácsként, akkor Németországban, akkor dolgoztam nagyon keveset, majd hónapot a Bastille soron Párizsban. Szóval elkezdtem tanulni komolyan ezt a szakmát, hogy a nemzetközi ízek is meglegyenek az emberbe. Voltam lent a tengerpartokon, megtanultam ezek a tengeri elkentjüket, amit mi magyar ember nagyon nehezen fogad be, hát de ha jól van, elkészítő, befogadja. De Ádám, van olyan, ami a saját találmányod? Tehát amire te magad büszke lehetsz? Hát azt gondolom, hogy az évek során, mint minden szakács, nem közösítem ki saját magamnak, mint minden szakácsnak megvan egy saját maga ízharmóniája, ami kialakult az évek során, és mindenkinek a saját találmánya, a saját étele, az egyedi. Persze. Az, hogy azt én meg tudom veled szeretetni, hogy megkóstoltatom, és azt mondod, hogy ez nagyon jó,
és ezt még egyszer meg akarom enni, akkor, akkor azt mondom, az egy találmány, és akkor jól érzem magam. Igen. De minden szakácsnak meg van, aki ebben a szakmában van, mondják is, hogy ezt én tudom jól, azt jó. Én mindig azt mondom, hogy a vendég dönti el, aha, hogy ki milyen szakács. Hogyha de... egy vendéglő dugig van, akkor jók a valószínűleg szakács. Valószínűleg jó a szakács, ha üres, igen, akkor nagy probléma van. Ádám, de te kritikus vagy? Tehát, hogy azért, amikor elmész valahova, akkor azért nyilván szakmai szemmel is nézed a kreálmányt, azért te kritikus vagy, vagy elfogadóbb vagy? Mennyire vagy szigorú, ha lehet így fogalmazni? Nem vagyok szigorú, akkor vagyok szigorú, hogyha a túlszámláznak, vagy, uh-huh, vagy, uh-huh, vagy nem azt adnak, amit kér az ember, akkor azért szól, de általában nem vagyok reklamálós vendég. Jó, és mi a kedvenced, Ádám, azt mondd el? Hú, azért nehéz erre válaszolni, mert sok kedvencem van. Hát ennek a műsornak ugye az a címe, hogy Sztártitkok, úgyhogy elérkezett a pillanat, hogy belekanyarodjunk a negyedik blogba, amikor remélem, hogy elárulsz nekünk egy igazán izgalmas titkot, ne menjenek messzire, mert jövünk vissza Ádám titkával. Hölgyeim és uraim, a média válogatott újra jelentkezik, a sztár vendégünk pedig Fási Ádám, aki most, ha minden igaz, akkor el fog nekünk mesélni valamilyen titkot. Hát otthon én főzök, egyértelmű, de most már Juliett is nagyon jó készít az ételt, mert ugyanúgy, ahogy édesanyám tanított, ugyanúgy a Juliettet én befogtam, mikor picike volt, és akkor állandóan jött kis kezével, gyűrte a tésztát, akkor galuskát csináltam, vagy csipetkét, vagy mindig ott volt, igen, velem. De azért én megszoktam, én szeretek sok zöld növénnyel, friss fűszerrel dolgozni, és valahogy a utóbbi időben, nem tudom miért, a kaprot nem nagyon szereti a Marika. Oh. És de szereti, de nem annyira, és akkor a mindig próbálom becsapni őket, hogy kap, de nem lehet őt elég becsapni. Intenzív íze nem, van. Intenzív fűszer. Igen. Az ideál, azt mondja, ebben van kapó. De azért én beszoktam tenni, aha, egy nagyon pici kis köményt. Hát, köményt se szereti. Aha. És azt már el tudom sumákolni a köményt. Aha. De nehezebben, de azt is volt már. De mondjuk ez milyen, milyen ételben hát mondjuk úgy... fasírtban, vagy pörköltben mindenféleképpen kevés kis köményt kell rakni, vagy töltött káposztába, tudjuk, hogy az egy igen, bírja, a káposzta, igen, miatt kell. Igen. És hát, de egyébként mindig lebukok. Szóval nem tudok. De azért nem újra tudok. És újra majd egyszer valamikor, ha sikerül, ne, hogy ne, ne legyen észre, akkor... Hiába mondom, nem. Például nagyon sok szoktam mondani, és elég hihetően mondom, hogy társaság, Marika össze szokott engem venni, kékződ vagyok. És olyan, tényleg, csak Marika, az el ne ígyétek neki, az így szokott lenni. Csak amikor kaprot teszel az ételbe. Igen. De te szereted, gondolom, akkor a kaprot, hogyha ha használod? Nagyon szeretem a kaprot, mindenféle zöld növényt. Körülbelül olyan 30 fűszer növényem van a kertben. Most rászoktam a zsájára, nagyon finom, nagyon jó lehet főzelékekbe, mártásokban, nagyon, de nagyon jó, de hát ugyanúgy van rozmarinktól kezdve, bazsalikomtól, kakufűtől kezdve, végig. Még friss majoránnám is van, zöld majoránnám is, hát van babérlevelem is van. Azt, aminek, és kisen, igen, nagyon, de nagyon jó ezekkel a fűszerekkel. Persze. A beszélgetésünk egy szakaszán említetted, hogy ugye külföldön is tanultál különböző konyhákat. Azt engedd meg, hogy hadd kérdezzem meg, hogy szoktatok-e utazni, és hogy van-e olyan hely, ahova még nem jutottál el, vagy van olyan hely, ahova már eljutottál, de nem gondoltad, hogy egyszer el fogsz jutni valaha? Hú, nem gondolkodtam, mert munka volt. Hát azért én a családommal létrehoztuk a magyar szépségversenyeket. 1991-ben alapítottam meg az elsőt, és utána az összes a Universe, a World, a Europe, mindenhova egyedileg mi utaztattuk a lányokat, és ez a világ minden táján, igen, volt, és hát ezáltal rengeteg országba eljutottam. Legkülönlegesebb. De hát nekem mondjuk épp most voltunk Törökországban, de nekem kedvenc városom Isztambul. Igen. Voltam az Európai Szépségversenyek Szövetségének az elnöke, és nagyon nagy barátság volt a török nemzeti igazgatóval, mert a nemzeti igazgatók igazgatják az egész világon, igen, és egy nagy család egyébként, és nagyon jó baráti
kapcsolatok alakultak ki. Ezáltal nagyon sokat a Puerto Rico-tól kezdve Miami-ig, New York-ba, a nagyon jó barátom a Miss Amerikának a rendezője, vagy Olaszország. Igen, összehoz benneteket, gondolom. Igen, ez az, igen, ez mert hát meg sok a világ összes táján, Namibiába például a Michel McCrane-nél voltam vendégségben, az a világ szépe választást nyerte meg, és a Kruger família lesz, hát tudjuk, hogy a Kruger Park, Kruger família leszámozottja, a Nick nagyon jó barátom, ő rendezte Namibiába a szépségkirálynő választást. Szóval a szépségkirálynő választáson keresztül bejártuk az egész világot, és nagyon nagy élmény volt az számomra. Köszönöm szépen, drága Ádám, hogy elfogadtad a meghívásunkat a műsorban, önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez én volt a... köszönöm, és hát sok hallgatóságot kívánok neked. Köszönöm, Endik. Szépen. Köszönöm. Szép napot, viszont hallásra, viszont hallásra.